Üdvözlöm a kedves nézőket, és nagyon köszönöm, hogy most minket választottak. A mostani beszélgetésben a vendégeim Egerből érkeztek, egy édesanyja és kislánya, úgyhogy szeretettel köszöntelek titeket, Diana és Kinga. És amint már talán a nézők is láthatják Kingán, hogy ő nem nem egy átlagos gyerek, de hát ki az átlagos gyerek? Mondjuk el akkor, hogy mi az ő nem átlagossága, és azt, hogy mekkora család, egy pár szót azért mondja el magatokról. Egerben élünk, 5 gyermekünk van, és Kinga a 4. gyermekünk, egyébként Down-szindrómával született. És ez az ő különlegessége. Mikor derült ez ki? Mikor tudtad meg, hogy ő neki lesz egy ilyen szindrómája, vagy van? A várandóság alatt nem derült ki. Eljártam teres gondozásra, tehát nem azért nem derült ki, mert valamilyen vizsgálat rámulasztottam volna elmenni, hanem eljártam teres gondozásra, akkor problémamentes várandóságom volt, és abszolút meglepetésként ért minket, amikor megszületett, akkor közölték, hogy Down-szindrómás, és hát nagyon meglepődtünk, de a kezdeti nehézségeken már azért sikerült túl lennünk, bár ez egy életmunkája, hogy az ember felnőjön ez a feladathoz. Egészségedre, Kinga. Jó lett, jobb lett-e volna bármilyen szempontból, hogyha már a várandosságod alatt tudod, vagy tudjátok azt, hogy Kingának van egy ilyen szindrómája? Én azt gondolom, hogy nem. Nem, az én döntésemet nem változtattam volna meg. Úgyhogy emiatt nincs jelentősége, hogyha tudok egy ilyen dolgot a várandóság alatt. Abból a szempontból fontos lett volna, hogy biztos, hogy nem engedték volna azt, hogy természetes úton szülessen a szív problémájára való tekintettel. Azt mondták volna nyilvánvalóan az orvosok a rizikófaktor miatt, hogy császármetszéssel kell világra jönnie. Így, hogy nem tudtuk, menet közben derült ki a szülés alatt, így természetes úton tudott megszületni, és az ezzel járó problémákkal én akkor szembesültem, amikor már megszületett. És azt gondolom, hogy könnyebb volt úgy, hogy már a kezemben tartottam, mint elképzelni. Hát egy csupa mosoly, vidámság, nevetés, kics dumás, kacér. Mindig ilyen, Kinga? Igen. 110%-on pörög, igen. Ugye ezt szokták mondani, hogy a Down-szindrómás gyermekek boldogabbak általában az átlagnál. Minek tudható ez be? Vannak sztereotípiák egyébként, például, hogy sarokban ülnek és elég lassúak. Ez nem igaz. Azt, hogy ők olyan nagyon-nagyon békések lennének és folyamatosan boldogok, ez sem igaz ugyanígy. Tehát én azt gondolom, hogy mint ahogy ő egy ilyen izgága, annak ellenére, hogy a sztereotípia pont az ellentéte lenne, a boldogság az ugyan igaz rá, de nem ez a folyamatos békességben levő boldogság, tehát nem úgy kell ezt elképzelni, hogy ő mindent elfogad, amit én mondok, neki minden megfelel. Ja, persze, megfelel. Hát a saját akarata megvan. Igen, tehát elég akaratos hiszt is. Meg már menne ide-oda. Igen, tehát... Hát Kinga, azért jó lenne, hogyha esetleg visszaülnél, mert így, ha izegsz, mozogsz, úgy nehezebb lesz. Na, mit gondolsz? Gyere már még ide. Visszacsücsülsz? Teszem a teszemet, és ott vagyok. Csak akkor pont édesanyádat, na lehet, hogy nem látja a kamera. Gyere ide, csücsüle. Mondd el meg, hogy mi a jeled az oviban. Szamóca. Szamóca. Szóval de az akaratom megvan, nyilván, persze, mint minden gyereknek, igen. De ugye azért én is azt tapasztaltam a Down-szindrómás gyermekeknél, hogy jobb kedvűek, akár, mint a nem Down-szindrómás, hogy ez mitől lehet. Ezt megfejtették-e már? Nem tudom, nem mondják, hogy a plusz egy kromoszoma az valami ilyesmiért felelne, de hát ez csak egy vicc. Nem tudom egyébként. Ezt nem tudni. Nagyon érdekes. Olvastam egy interjúban, hogy mások azt szinte tragédiaként fogták fel, amikor megtudták, nem tudom kik a mások, gondolom család körüli emberek, hogy Kingának van ez a szindrómája. Miért gondolkozunk így? A várható nehézségek miatt, én azt gondolom, és pusztán a másság miatt is. Tehát ezt mindenki tudja, amikor megszületik egy gyermek, aki mindegy milyen nehézséggel jön a világra, valamilyen szervi problémával, vagy várható mentális problémával, hogy a család élete más lesz is, mert pusztán ez olyan félelemmel tölti el a szülőket, a környezetet, hogy
De másokról olvastam ezt, hogy tragikusnak fogták fel, nem, például nem rólad. Pedig én is sokat sírtam. Először én is azért nagyon megijedtem ettől, mm-hmm. igen. És hát féltem, hogy ez milyen lesz, milyen hatással lesz ránk, milyen hatással lesz a testvéreire, ő már akkor ugye negyedik gyermekünk volt. Nem, de úgy, szerencsére nem igazolódtak be. Úgy értelmeztem a cikkből, hogy az ismerősök, barátok talán nagyobb tragédiaként fogták ezt fel, mint ti, amikor szembesültetek. Igen, amúgy ez így van, hogy az ismerősök nagyobb tragédiaként, talán minket is féltve nagyobb tragédiaként fogták ezt fel, hogy vajon mi lesz a családunkkal, és emiatt, hogy hogyan győzzük le a nehézségeket. Azért ez félelmetes. Most céloztál arra, hogy nem biztos, hogy jó lett volna, ha előre tudjátok, hogy ez így általában, hogyha nehézségekről beszélünk, megpróbáltatásokról, akkor lehet, hogy jobb előre nem tudni őket? Én szerintem jobb előre nem tudni őket. Én azt gondolom, hogy ha az ember keresi a megoldásokat, és van egy olyan attitűdje, amivel nem belesüpped a nehézségekbe, hanem inkább próbál azokon felemelkedni, a megoldásokat keresni és pozitívan hozzáállni, akkor mindegy. Ha meg negatív, akkor meg talán azért mindegy, mert akkor így is úgy is sajnálja magát az ember. Én örülök, hogy nem tudtam. Ennek örülök, hogy nem tudtam tényleg. Annak például jó lett volna, ha tudom, hogy ma mekkora dugó vár ránk az autópályán, mert akkor kár lett volna ilyen, vagy kár volt ilyen korán elindulni, de ez pont nem egy olyan dolog, amit jó előre tudni szerintem. Most a tudomány a Down-szindrómát, sajnos ugye Down-kornak is hívják, betegségként tartja számon. Nekem azért, ahogy nézem Kingát, inkább az jut eszembe, hogy más. De hogy milyen szempontból mondhatni azt, hogy ez betegség, és milyen szempontból egyáltalán nem? Azért mondják újabb a már szindrómának, mert hogy ez nem egy olyan hétköznapi értelemben vett betegség, ami önmagában megnehezíteni az életét, vagy valamilyen módon hátrány lenne neki. Ez egy tünetegyüttes, igazából azért is nevezik szindrómának. Ami az ő életében megjelenik, szerintem az értelmi képességek oldaláról nehezíti meg az életét. Enyhe fogban értelmi fogyatékos, már voltunk szakszolgálatnál, tehát ez a hivatalos diagnózisa. És nyilván emiatt más iskola javasolt neki, de ugyanakkor járhat többségi intézménybe is. Inkább az ő idézőjelbe tett menedzselése az, ami nehezített így szülőként, tehát hogy hova vigyem, melyik intézményben fogadják őt szívesen, melyik intézményben fogadják a gyerekek szívesen, hol nem túl nehéz akadályokat állítok elé. Hogy szoktak a gyerekek reagálni Kingára? Ő átlagos. Egy gyerek nem vesz észre. Tehát az óvodás csoportban... Mi kerítünk nagy dolgot igen. belőle felnőttek? Igen, sem a testvérei nem érzékelik ezt, sem az óvodában nem érzékelik. Tehát ugyanúgy játszik, mint a többiek. Amikor már feladatokat kell végezni, amikor már mondjuk meg kell tanulni felsorolni a hónapokat, egy nagy csoportostól, ez már azért elvárható, akkor neki nyilván nem tízszer kell elmondani a hónapsorolós mondókát, hanem 25-ször, de azért megtanulja, csak többször kell. De ezek szerint összességében az a tapasztalatotok, hogy a gyerekek úgy általában jobban elfogadják egymást, mint a felnőttek? Igen. Hát a felnőttekben már a kor miatt is az előítélet munkál. Igen. Most ugye Kingának említetted, hogy volt szív problémája, igen. amit követett egy komoly szívműtét. Igen. Az hogyan történt, mik voltak a kilátások, és mi történt? Amikor megszületett, akkor már a születésekkor prognosztizálták, hogy valószínűleg valamilyen beleszületett szívrendellenessége van. Ez egyébként általában jellemző a Down-szindrómás gyermekekre, hogy valamilyen szív problémával társul. Egyébként az ő szív problémája egy műthető szív probléma volt. Vannak szerencsésebbek, akinél kevésbé összetett probléma adódik, vannak kevésbé szerencsések, akinél jóval nehezebben operálható szívproblémával találkoznak, és... De azért elég komoly volt a műtét. Elég komoly volt a műtét, igen, tehát szívbillentyű problémája is volt, és sövényhiánya is volt. Van, akinél még ennél is jóval összetette problémát kell operálniuk az orvosoknak, van, akinél pedig egy egyszerű sövényhiány, az már szinte rutin műtét, tehát fantasztikus,
amilyen ellátás van a gyermekkardiológián, tehát tényleg hihetetlen olyan, amit nem is gondoltam, hogy Magyarországon van ilyen magas szintű orvosi ellátás is, és tényleg emberségben is azt gondolom, hogy ott voltak a szülők mellett, nem tettek különbséget a között, hogy Down-szindrómás gyermek szüleiről, vagy épp gyermek szüleiről van szó, és ugyanúgy megkaptuk az ellátást. De az emberi kilátások nem voltak biztatóak. Nem, Kinga esetében a műtét utáni állapota kifejezetten aggasztó volt, úgyhogy ő 4 hétig volt lélegeztetőgépen, és sajnos reoperációra is szükség volt. Tehát egy ismételt operációra. Igen, akkor újra meg kellett műteni, és még akkor is azt mondták, hogy hát valószínűleg pár hónap múlva újra, és műbillentyűre szorul, de szerencsére ez a prognózis nem vált be. Sőt, rosszabb prognózis is volt. Igen, volt sokkal rosszabb prognózis is, de ezeket igyekszem már feledni. Igen, hát volt olyan este, amikor azt mondta a sebész, hogy végső búcsút kell vennünk. De ez olyan közlés, ami szerintem egy anyának el sem jut a tudatáig. Tehát egy kicsit olyan érzésem volt, mint hogyha víz alatt lennék, ha lehet ilyen hasonlattal élni, hogy eljut hozzám a hang, azt hallottam, hogy ezt mondja, meg rajzolt is, arra is emlékszem, hogy szeretnek a kardiológusok rajzolni, ilyen szívnyomás így megy, biztos emlékszik anyuka, a kisvérkör, nagyvérkör is, úgy valami dereng is, gimiből persze, hát tanultuk ezeket, de akkor ott, amikor egy gyermekem szívéről van szó, akkor abszolút nem jut eszembe a kisvérkör, meg a nagyvérkör, és sőt, a hangjait sem hallottam. Biztosak voltatok benne, hogy meg fog gyógyulni? Nem tudtam gondolkodni. Nem azért, mert biztos voltam benne, hogy meg fog gyógyulni, sem azért, mert az ellenkezőjében lettem volna biztos, egyszerűen olyan volt, mintha nem érteném. De hál' Istennek teljesen rendbe jött, ugye? Igen. Ezen az orvosok is csodálkoztak, hogy valamilyen oknál fogva a reoperáció olyan sikeres volt, és a szívnyomást úgy állította helyre a sebész főorvos úr, hogy a vártnál jobban kijött a második műtét utáni állapotból Kinga, és utána már 2 hét után hazaengedtek minket, úgy emlékszem. Gondolom, hogy ezt nem csak az orvosi tudásnak és a vakszerencsének tudod be, hanem esetleg Isten segítségének is. Igen. Ezt én is így gondolom, hogy a jó Isten kegyelmében vagyunk. Mi az, amit Down-szindrómás gyermekek nyilván milyen súlyosságú, tehát hogy ezek különbségek vannak. Igen. Amit ők észlelnek, tudnak a saját másságukról, ez mennyire jellemző rájuk, hogy tisztában vannak azzal, hogy mondjuk, vagy az idő folyamán, ahogy múlik, hogy ők mások, vagy esetleg, hogy ez egy betegség? Összejárunk, ismerős családok, cserkészkedni, úgyhogy én ismerek legalább 10 Kingával egy idős Down-szindrómás kisgyereket, fiúkat, lányokat vegyesen, és én, ahogy őket megismertem, azt gondolom, hogy ők saját magukat szépnek látják, és okosnak, és ügyesnek. Úgyhogy nem, nincsenek tudatában, és lehet, hogy nekik van igazuk. Ebből a szempontból ugye mennyire más ez a szindróma, mint amikor valakinek mondjuk van egy más mentális problémája, igen, szorongás, depresszió, és tudja, hogy az valahogy nem normális, és nem úgy működik, ahogy szeretne, míg ő meg éli a kis boldog világát. Igen. És talán jobb is, hogyha nem tömik a fejét azzal, hogy nem hallja azt, hogy ő más, meg beteg. Igen, szerencsére őt olyan közeg veszi körül, hogy nem szembesítik ezzel, hogy neked ez nem megy, vagy te ezt nem tudod, inkább az erősségeit hangsúlyozzák. És ezért ő is nagyon gyakran megdicsér engem. Például, hogy anya, te olyan ügyes vagy, vagy milyen okos vagy, vagy ilyet szokott ilyeneket mondani, és ezt jó hallani tőle. És megkérdeztem ezt, hogy ezt a többi gyermekettől is hallod? Nem. Nem hallom. Ők azért nem dicsérnek meg annyiszor, mint Kinga. Akkor ők, Kinga, most nem tudom, hogy ez Kinga, vagy pedig a Down-szindrómásokról is beszélhetünk, amikor mondjuk azt feltételezem, hogy ők egy kicsit nyílt szívűbbek, jobban kimondják azt, amit gondolnak, amit éreznek. Igen, kifejezetten nyitott, kifejezetten barátkozó, és mindenkiben a jó dolgot látja. Nagyon sokszor megdicséri tényleg az idegeneket is, oda megy, hogy jaj, de szép vagy idegenekhez. Most valószínűleg ezt csinálja kint, ugye itt hagyod bennünket, és igen, most kint beszélget szerintem a stábbal. Igen. Vagy játszik, nem tudom, sajnálom, hogy nincs itt bent velünk, de valószínűleg akkor most éppen dicsér valakit. És így vad idegenekhez
nagyon lazán. Igen, igen, megy? Az utcán is. Tehát vannak már olyan egri lakosok, akiket azért ismerek, mert már Kinga összeismerkedett velük, igen. Senkitől se fél. Nem, mondjuk ez veszélyes. De nem, sajnos. Erre azt kell, hogy mondjam, hogy sajnos nem fél senkitől, mert ezt például nem tudom, hogy hogyan fogom elfogadtatni vele, hogy nem kell egy 6-10 éves kislánynak, ha idősebb lesz oda menni. Szia! Visszajöttél? Gyere! De jó, hogy visszajöttél. Akkor gyere már csücsülj ide. Apa, nézték. Jó. Most meséli anyukát, hogy Egerben neked mennyi barátod van? Csak három? Meg mindenki, aki ezt hozzá több is. Na és kik a barátaid? Tia anya, Susanna, Tatáni. Fiona. Fiona, igen. Meg hát még a Eger másik fele. Igen. Ő Kingától ugye sok-sok szeretetet kaptok, mondod, hogy olyanokat mond neked, amit a többi gyerekettől nem is igen. hallasz. Hát most ne hagyj itt minket, most jöttél vissza. Itt állsz, és így megfigyeld az eseményeket. Ne. Gyere már. Jól van, de esetleg gondold át, hogy nem ülnél vissza. Nem lehet. Jó, látom rajta, nincs kedved. Szóval, hogy tőle olyat hallasz, amit többi gyerekettől nem is. Nem hallasz, és több szeretetet akár, vagy máshogyan kapod a szeretetet. De azért gondolom, de lehet, hogy rosszul gondolom, hogy elcserélnétek ezt azzal, hogy Kingának ne legyen Down-szindrómája. Hát akkor már nem Kinga lenne. Úgyhogy nem. Nem tudod erre azt mondani, hogy elcserélnétek? Hogy ő akkor neki ne legyen ilyen. Nem, nem tudom rá azt mondani, de egyébként ez azért nehéz kérdés, mert nyilván a nehézségeket bármikor odaadom bárkinek, mint általában az emberek. Most van az, hogy tudod, hogy senki nem arra figyel, amiről beszélgetünk, arra, amit a Kinga csinál. De közben ez meg egy izgalmas kérdés, hogy igen. Ez olyan, mint általában az életem. Hát a reggeli készülődést, amikor késésbe vagyunk, és akkor még a cipődet, meg a kabátodat, meg ugye nem hagyod itt a kulcsodat, tehát ezt a reggeli fejezetet, ezt szívesen elcserélném, de az esti altatás utáni gyerekekben gyönyörködést, azt meg nem cserélném el senkivel. Tehát ez most Kingára levetítve is ugyanilyen. Tehát azon való gondolkodást, hogy melyik iskolába vigyem, nem, azt elcserélném. De abból a szemszögből értem a kérdést, hogy szerinted neki jobb lenne, hogyha most tudom, bármennyire egy ilyen evidens válasznak tűnhet, de azért mégis felteszem ezt a kérdést, hogy neki jobb lenne, hogyha nem lenne Down-szindrómája. Szerinted? Neki jobb lenne, ha nem igen, igen, vagy ezen még nem gondolkoztál, ezek szerint. De nem, ezen még nem gondolkodtam. Aha. Tehát a többi gyerek is, a többi gyermekem is, neki is nagy az önbizalma. Kingának is. Tehát ha lehetne úgy elvenni a Down-t, hogy megmaradjanak a pozitív tulajdonságai, akkor adom. Akkor odaadom. De egyébként... Nem is olyan egyértelmű, hogy evidens a válasz akkor nem, erre a kérdésre. Nem, egyáltalán nem. Tehát a nehézségeket mind mindenben most lehet, szívesen elcserélném, de... Hát most lehet, hogy a tévénézők nem is értik a kérdésemet, hogy hát hogy kérdezhetek ilyet, hát hogy ha nem lenne beteg, persze, hogy örülnétek, hogy de hogy ugye ez nem csak egy betegség. Nem, éppen, igen, erről van szó. Számos olyan hozadéka van, ami meg annak köszönhető, hogy Down-szindrómája van. Igen. Például számunkra is kinyílt a világ ezáltal, hogy Kinga Down-szindrómás, mi is sokkal nyitottabbak vagyunk más problémák felé, más társadalmi elköteleződés felé, a hit felé, mi is megváltoztunk. Több barátotok lett rajta keresztül? Igen, 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 kifejezetten. Úgyhogy azt hiszem visszakanyarodok az első válaszomhoz, hogy nem, mert akkor már az nem ő lenne, meg nem mi lennénk. Gondoltad volna, hogy ezt fogod mondani? Nem. Akkor, amikor megszületett és mondták, hogy Down-szindrómás a kislányod? Azt mondta Ákos, amikor sokat sírtam, hogy vigyázz, hogy olyat mondja, amit majd később megbánj, hogy egyáltalán gondoltál. És igaza van. Az úgy jár a fejembe, hogy hát ha nem címkéznénk mi emberek más embereket, helyzeteket, körülményeket, hogy ez most rossz, tragikus, ugye, amit akár te is, de főleg az ismerősi kör gondolt, akkor úgy leszakadna egy pár ilyen teher rólunk, a gondolkozásunkról, igen. Hogy most akkor valami rossz, vagy valaki rossz az állapota, vagy csak más.
Hát én ezt például mindenképpen profitálom abból, hogy vele élek, hogy így állok most már mindenhez, hogy mi az, ami rossz, és mi az, ami kevésbé rossz. Meg egyébként a társadalom szempontjából is, tehát hogyha ők nagyobb integrálódást élvezhetnének, akkor az kifejezetten jót tenne a társadalomnak is. Tehát egy Kingát betenni egy olyan osztályba, ahol épp értelmű gyerekek vannak, akkor rajtuk is változtatna. De hát ezt ugye jogszabályi lehetőségek is sok esetben kizárják, de ha erre nagyobb lehetőség lenne, akkor az egy iskolai közegnek is jót tenne, pont mint az óvodában. A Kingának miből származik nagyobb hátránya? A szindrómájából? Vagy pedig abból, ahogy a világ fordul hozzá és kezeli őt, a minden olyan ember és intézmény, aki körülötte van? Hát az utóbbi, igen. Igen, főleg az intézmények szükségszerű címkézése. Mert onnantól kezdve, hogy volt egy diagnózisunk, onnantól kezdve el kell járni, őt fölmérik, neki megállapítják az IQ-ját, neki besorolják, és ez így hozza magával ezt az örökös címkéződést, amiből nem lehet kiszabadulni. Tehát ez számára több nehézséget okoz. Igen, egyértelműen. Mint az, amivel a szindrómája egyébként, igen, mint egy ilyen direkt hozadék jár. Igen. Azért ez elgondolkodható. Igen, mert elvileg ugye azért hozták ezt létre, hogy megsegítsük őket, de sok mindenben igazából ez korlát. Hát meg ez nem csak a dánkorról, szindrómáról szól. Igen. Ez a címkézés és az, hogy miből származik több hátrányunk. Mi az, amit még tanít Kinga az életről, neked, nektek? Az elfogadás, azt szoktam mondani, hogy mindenképpen máshogy állok már más emberek nehézségeihez, a saját magam nehézségeihez, másokkal. Hogyan? Már eltörpülnek igazából a problémák, hogy ó, hát ez nem is probléma. Meg tudjuk oldani, jó. Ott dől el, hogy nem problémázunk igazából rajta, hanem azt gondolom, hogy ha az ember kellő alázattal viseltetik a dolgok iránt, akkor és társul mellé egy tenni akarás, akkor tisztában van vele, hogy ha én szeretném tenni, vagy túllépni egy adott problémán, és esetleg a Jóisten is ebben támogat, akkor úgy is sikerül. Ha meg nem támogat, vagy nem sikerül, akkor attól még megy tovább az élet. Kingának milyen életet szeretnél, amikor ő majd felnőtt lesz, és mit gondolsz, milyen élete lesz egyébként? Reálisan? Én szerintem, amit szeretnék, az egyre inkább, ahogy én őt kiismerem, és a képességeit egyre jobban meglátom. Uh-huh. Úgy azért igyekszem reális elképzelésekkel lenni az ő jövője felé. Tehát régen gondoltam azt, hogy ő majd egyedül is elboldogul a világban, de már kevésbé gondolom, hogy az neki jó lenne. Vannak már nagyon jó lakóotthonok egyébként, támogatott lakhatás keretében megoldott lakóotthonok, és a Down Alapítvány is működtet ilyeneket, ahol egymást ismerő vagy nem ismerő, közel egykorú fiatalok összeköltöznek. Nekem olyan megérzésem van, mintha egy fajta kollégium lenne. És együtt számára, élnek. Számára szerintem ez jó lenne neki. Igen. Jó lenne, mint hogy mondjuk veletek mint, hogy külön marad. Vagy külön. Velünk, igen. Annál is jobb lenne, hogyha velünk maradna, annál is jobb lenne, hogyha külön maradna. Uh-huh. Nem szeretnék ezen rettegni, hogy jaj, mi lesz vele, ha én meghalok. Ennek egy nagyon jó alternatívája tud lenni, ennek a szülő-gyerek közös félelemnek, hogy most ő sem maradjon egyedül, de a szülők egy idő után nyilván egyre elesettebbek lesznek. Tehát én sem gondolom azt, hogy most a végtelenségig őt pátyolgatni fogom. Nem is kell egyébként pátyolgatni, tehát annál ő jóval önállóbb, úgyhogy igazából csak vitatkozni fogunk egy idő után szerintem. És mint ahogy a többi gyermekem is ki akar repülni, ez az élet legtermészetesebb dolga, hogy nem szeretnének velem élni, úgy ő sem szeretne majd velem élni. És egy ilyen támogatott lakhatás azt gondolom, hogy egy jó választás. Meg hát neki. Ugye Down-szindrómás emberek dolgoznak. Igen, igen. Párkapcsolatot tudnak kialakítani, igen. És nem feltétlenül csak egy másik hasonló helyzetűvel. Igen. És ott ennek van tere, tehát ott erre van lehetőség, ugyanúgy elhordják dolgozni, aki nem tud önállóan közlekedni, de elengedik önállóan, aki tud önállóan közlekedni. Úgyhogy azt gondolom, hogyha egy ilyen helyet tudnánk neki találni valahol az országban,
akkor az neki is egy jó otthon lenne, meg szeretné. Nekünk meg egy biztos pont lenne is. Megnyugodhatnánk, hogy jó, hát ez a gyerek is férjhez ment, ez a gyerek is megnősült, ő is elköltözött. Na, meg Kinga is most már jó helyen van, úgyhogy azt gondolom, hogy ez egy ilyen helyzettel kivékülnék. Remélem, most még esetleg be tudjuk őt csalni, hogy elbúcsúzzon a nézőktől. Hogyha a Kinga hallasz engem, akkor esetleg sétálj be. Hát, művésznő, hát, ha erre jön. De köszönöm szépen minden esetre, hogy itt voltál, és ezeket elmondtad, úgyha lépteket hallok. Akkor gyere még, Kingus! Szia! Anyukád mellől megteszed, hogy te is elköszönsz a nézőktől? Igen. Meghallgattak, megnéztek most minket, és mostantól te még híresebb vagy. Ó, képzeld, ebben leszel a tévében. Igen. Na, integetsz egyet a nézőknek? Megkérhetlek abba a kamerába esetleg? Arra lesznek, jó? Szigyelős vagy? Igen. Olyan is tud lenni a Kinga? Hát, ritkán, de tud. Hm? Töröm látni titeket tényleg így együtt, meg az, hogy nagy a család, már azt önmagában nagyon nagy öröm látni, és hogy ilyen kis boldog, ilyen kis, és kis rafinált kislány. Igen, Kinga. Művésznő, igazi művésznő. Művésznő. Köszönöm, művésznő, neked is, hogy itt voltál. És köszönjük, hogy itt lehettünk. Úgyhogy talán még akkor találkozunk majd, és figyelemmel követhetjük Kinga életének alakulását. Kedves nézőktől pedig búcsúzom, köszönöm, hogy velünk voltak, és figyelemmel kísérték ezt a beszélgetést, és ezt a tündéri kislányt és az ő életét. Isten áldja önöket, viszontlátásra!